Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Készülnek a járvány robbanására Szekszárdon, a polgármester szerint a kórház készen áll a betegek fogadására. Közétkeztetés, közel 1000-en igényelték már az ebédet a Tolnai megyeszékhelyen. Tesztelték az idős otthon lakóit, Pakson mindenki negatív mintát produkált. Felújítás Zombán, a helyi művelődési házon már dolgoznak a szakemberek. Folyamatosan készülnek a koronavírus robbanására a szekszárdi kórházban. A most rendelkezésre álló 310 szabad betegágy mellett további 190-et tudnak még elhelyezni a betegeknek kialakított két épületben. Ezt Németh Csaba, a kórház főigazgatója mondta. Ács Rezső, a város polgármestere, miután megtekintette a kórházban folyó munkát, arról beszélt, hogy az intézmény szemmel láthatóan felkészült a járványra. Szekszárdon egyébként a helyi önkormányzat a házi és a fogorvosoknak is ingyen adott védőfelszerelést. Folyamatosan készülnek a koronavírus járvány berobbanására a szekszárdi Balassa János kórházban. Az intézményben két külön épületet alakítottak ki a vírusos betegek fogadására. A korábban rehabilitációs és belgyógyászati osztályoknak használt területek pedig most arra készen is állnak. Ezt mondta Németh Csaba, a kórház főigazgatója. Most 310 szabadágy, 28 lélegeztetőgép, valamint 20 darab lélegeztetésre is alkalmas altatógép van a kórházban. A héten pedig további ágyakat szabadítanak fel az országos tisztifőorvos utasításának megfelelően. A cél, hogy akár 500 beteget is tudjanak egyszerre kezelni. Ezekből az épületekből az ellátást a más meglevő épületeinkbe költöztettük át, illetve az olyan teljesen tervezhető és nem sürgős ellátást nyújtó osztályokat, mint például a rehabilitáció, azt most átmenetileg szüneteltetjük. És ebben a két épületben fogjuk kialakítani, alakítjuk ki folyamatosan a járványos ellátásnak a feltételeit. A kórházban folyó munkát szerdán Ács Rezső szekszárd polgármestere személyesen tekintette meg. Ezt követően arról beszélt, megnyugtató volt látni, milyen nagy erővel készül a kórház a koronavírus járvány terjedésére. Látva a helyszínen a felkészültséget, a várható kihívásokra a kórház felkészült, eszközállomány, emberállomány tekintetében is. Úgyhogy biztos vagyok benne, reméljük, hogy nem lesz erre szükség, de amennyiben szükség lesz erre az ellátásra, akkor itt a Tolna megyeiek és a szekszárdiak is a lehető legjobb ellátást fogják kapni, hiszen minden eszköz és minden lehetőség adott lesz ahhoz, hogy a legjobb szolgáltatást nyújtsuk számukra. Ács Rezső arról is beszélt, hogy a város szociális ellátórendszerében dolgozók mellett a házi és a fogorvosoknak is szerzett be védőfelszereléseket az önkormányzat. Az alapegészségügyi ellátásban, a fogorvosi ellátásban a védőfelszereléseket folyamatosan szállítjuk. Eddig 1000 maszkot tudtunk kiszállítani házi orvosoknak, és 110-et pedig a fogorvosoknak, és ezt folyamatosan pótoljuk is. Tolna megyében szerdán 14 igazolt koronavírusos beteg volt, egyel több, mint kedden, közülük egy fő tápolnak a szekszárdi kórházban. Kezdetben egy maréknyi csoporton kívül alig kértek az iskolákból, óvodákból ebédet Szekszárdon, de ez az elmúlt hetekben megváltozott. A közétkeztetésért felelős cég szerint ennek az a fő oka, hogy az emberek tájékozódni kezdtek a kedvezményes közétkeztetés lehetőségéről. A szekszárdi önkormányzatnak ugyanis veszélyhelyzetben is biztosítania kell az ebédet a rászorulóknak és az azt igénylőknek. A Tolnai megyeszékhelyen április közepén összesen közel 1000 adag ebédet szállít ki a szekszárdi közétkeztetésért felelős cég naponta, és ez a szám folyamatosan emelkedik. Volt, aki merte, más dobozolta az ebédet. Gőzerővel folyt a munka a szekszárdi közétkeztetésért felelős cégnél a Baka István általános iskolánál kialakított átadó ponton. A sor végén a dolgozók egy címlista alapján szétosztották az ételt. Az ebédet műanyag légmentesen lezárt dobozba, majd azt egy másik fekete nagy hőtartó ládába helyezték el. Így 70-80 Celsius fok fölötti hőmérsékleten tartják az ételt, hogy a kiszállítása során semmilyen kórokozó ne szaporodhasson el benne. A dolgozók mindig kesztyűben, maszkban látják el a feladatokat, és az ételt kiszállítók is megfelelő védőfelszerelésben juttatják el az ebédet az igénylőknek. A higiéniára, a járművek eszközök fertőtlenítésére a szokottnál is nagyobb hangsúlyt helyeznek, mondta a cég kommunikációs vezetője, aki azt is elárulta, hogy kezdetben alig-alig kértek az iskolákból, óvodákból ebédet. De az elmúlt hetekben ez megváltozott, ami szerintük annak is köszönhető, hogy az emberek időközben tájékozódtak
aggódtak, és megtudták, hogy ugyanolyan kedvezményesen juthatnak hozzá az ebédhez, mint a járvány előtti időszakban. Most egy növekedő tendenciát mutat. A tegnapi napon már majd 1000 fő volt az, akinek kiszállítottuk. Ez elsősorban ennek oka annak abban keresendő, hogy nem voltak tisztában vele a fogyasztók, hogy milyen módon juthatnak hozzá, hiszen valóban kevesen tudták. Országszerte, tehát ez országosan is mondhatom, hogy kevés fogyasztó tudta, hogy gyakorlatilag ugyanazt a kedvezményes étkeztetést, ami járt az óvodákban, bölcsödékben, iskolákban, ne egy isten a szociális szegmensben, azt ugyanúgy igényelhették. Ebben a számban az idős ellátásban, valamint a szociális étkeztetésben részesülők is benne vannak, ahogy a gyerekek is. Úgy tudjuk, április közepén közel 300 adag ételt kértek a bölcsödések, óvodások, iskolások szülei Szekszárdon. A legtöbb ebédet az óvodások szülei kértek. Érdemes tudni, hogy a szekszárdi önkormányzatnak veszélyhelyzetben is feladata biztosítani az ételt a rászorulóknak, illetve az azt igénylőknek. A szülő vagy más egyébként kérheti az étkezés biztosítását telefonon, vagy az étkezés@szekszard.hu e-mail címe. Koronavírus tesztet végeztek a Paksi idősek otthonának valamennyi lakóján. A teszt mindenkinél negatív lett, erről a város polgármestere számolt be sajtótájékoztatón. Szabó Péter arról is beszélt, hogy Paks legnagyobb rendezvényét ősz előtt már biztosan nem tartják meg. Ez már másnap kiderült a gyors tesztnek köszönhetően, hogy negatív eredmény született. A Paksi Életfa idősek otthonában még húsvét előtt elvégezte az országos tiszti főorvos utasítására az országos mentőszolgálata a koronavírus teszteket. Mind a 86 gondozotté negatív lett. Hangzott el a Városházán tartott sajtótájékoztatón, melyen Szabó Péter köszönetét fejezte ki az ott dolgozóknak. Pakson és környékén nincs igazoltan koronavírus fertőzött beteg, melyhez a főorvos annyit fűzött hozzá, hogy nem minden pozitív teszttel rendelkező ember beteg is egyben. Tudjuk, hogy az első kettő Tolna megyei eset az abszolút tünetmentesen vitte végig azt a kéthetes időszakot, ameddig karanténban voltak. Szabó Péter saját hatáskörben módosította a 2020 évi költségvetési rendeletet, miszerint az idei gépjármű adót át kell irányítani a központi költségvetésbe. Ez 81 millió forintot jelent Pakson. Ezt az összeget pedig ugye bevétel kiesésként kell kezelni, de már pótoltuk felhalmozási céltartalékról, a strand üzemeltetésről pótoltuk. A strand nyitásakor a kieső összeg pótlására megtalálják majd a forrást, emelte ki a polgármester. Többet és többször rendelnek a vásárlók az interneten a koronavírus járvány kitörése óta. Ez derül ki egy elkereskedelmi kutatócég felméréséből. A válaszadók háromnegyede biztonságosnak tartja az online vásárlást, elsősorban a belföldi eladókban bíznak. Akik vásároltak már valaha külföldről, azok fele most inkább lemond erről a lehetőségről. Felújítják a zombai művelődési házat belülről, kihasználva a koronavírus járvány okozta üres időszakot és a kulturális események elhalasztását, belülről festik ki az intézmény falait. Már elkezdtek dolgozni a festők a zombai művelődési ház falain. A településen kihasználva a koronavírus járvány okozta kijárási korlátozást és ezzel egy időben a rendezvények megtartásának felfüggesztését, belülről felújítják a helyi művelődési házat. Ezzel is felkészülnek a veszélyhelyzet utáni zsúfolt időszakra, mondja Toláci József, az intézmény vezetője. Több helyi civil szervezet eddig beütemezett különböző kulturális rendezvényei kerülnek át más időpontra, addigra pedig végeznek a belső munkálatokkal. A nyugdíjasoknál például választás lett volna, a táncsoport asszonykórus, illetve a hagyományos egyesület asszonykórusa a 25 évét ünnepelte volna, a táncsoport a 30 évét, tehát nagyon sok rendezvényünk elmaradt. Ami gondolom be fog jönni majd a későbbiek folyamán, erre próbálunk most ráállni, hogy mindent előkészítsünk, hogy ahogy szabad és megnyílik, akár május vége, de június eleje közepe, akkor rögtön el tudjunk indulni, és mindenkit ki tudjunk szolgálni. A felújítás jól időzített, mondja Zomba polgármestere, hiszen az épület belső festése már esedékes volt, de nem tudták kivitelezni eddig, ugyanis folyamatosan egymás követve zajlottak az események a művelődési házban. A zombai műház rendezvényekkel dúsította a normális időszakban, most viszont van egy kis holt idő, sajnos ennek a koronavírusnak
köszönhetően, hogy idézőjelben mondjam. Az egyik részét csak a úgynevezett kiszolgáló helyiségeket, vagy a régi IKST termeket újítjuk föl, ahol volt egy kis vakolatpergés, meg hát tulajdonképpen elkoszosodott. A belső felújítás összege nem jelentős, így az éves karbantartási keretösszegből tudják fedezni a pár százezer forintos kiadást, mondta a polgármester. Civil autóból figyelik a szabálytalankodó sofőröket a Tolna megyei rendőrök. Minden nap járőröznek a kamerával is felszerelt kocsival, és a tapasztalatuk az, hogy nagyon sokan nem tartják be a kreszt, pedig akár egy szabálytalan sávváltás is vezethet tragédiához. Autóba szerelt fedélzeti kamera rögzítette, ahogyan a fehér kocsi sofőrje áthajt a piros lámpán. A felvételt rendőrök készítették Szekszárdon, a kamera egy civil autóban van elhelyezve, és folyamatosan napi szinten használják is az egyenruhások, hogy a szabálysértéseket rögzíteni tudják. Ilyen szabálysértés lehet például az, hogyha valaki záróvonalon előz, ha áthajt a tilos lámpán, áthajt a vasúti átjáró tilos jelzésén, vagy nem áll meg a gyalogos átkelőhelynél, ahol éppen gyalogos közlekedik. Ezeket a járművezetőket napi szinten ellenőrzik kollégáim. Az elmúlt napokban is így történt, és jó néhány olyan járművezetővel szemben kellett intézkedniük, akik áthajtottak a piros lámpán. És ha kell, bírságolnak is a rendőrök, de a cél nem főként ez, hanem hogy betartassák a közlekedőkkel a szabályokat, azért, hogy csökkenjen a balesetek száma. A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy ezeknek a járműveknek a működésére azért van szükség, hogy a baleseteket megelőzzük, a közlekedés biztonságát javítsuk, és mindenki a jövőben is számíthat arra, hogy ezek a civil autók ellenőrizni fogják a járművezetőket, illetve a közlekedés valamennyi résztvevőit. Tolna megye idei baleseti statisztikája egyébként a korábbi évekhez képest eddig kifejezetten jól alakul. A megye útjain 2020-ban egyetlen halálos baleset történt csak. Bár a bemutatók elmaradnak, a Szekszárdi Német Színház társulata mesékkel, versekkel és darabrészletekkel segíti az iskolai idegen nyelvoktatást. A színészek kis csoportokban dolgozva filmre veszik az alkotásokat, amik a színház honlapján megtekinthetőek. Lehet látni, hogy mennyire egyszerű dolgokból dolgozunk. Versek, darabrészletek, bábjátékok segítségével járulnak hozzá a nyelvtanuláshoz a Szekszárdi Német Színház tagjai. Készítettünk a honlapunkra egy új menüt, aminek az a neve, hogy online oktatáshoz, és oda töltjük föl. Locz Katalin, a teátrum igazgatója azt mondja, ezek a kísérleti elemek később helyet kaphatnak a soron következő előadásokban. Hát ezek nagyon nagy értékek, és hogy most megosztjuk egymással, és tanulunk belőle, és megvan az a tér és idő, hogy ezeket kipróbálhassuk. Szerintem ez mindenképp egy pozitív dolog. Tehát ez a furcsa helyzet azért hoz számunkra előnyös dolgokat, és megpróbáljuk tényleg kiszedni a helyzetből azt, ami hosszú távon jó nekünk. A felvételek mellett az őszi évad programja is készül. Amennyiben a vírusjárvány engedi, a születi napok alatt új bemutatóval jelentkezik a társulat, és terveik szerint próbálják a most elmaradt tájelőadásokat is bepótolni. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Szájmaszkokat szállítanak a pécsi háztartásoknak, az önkormányzat adományaként 150 ezer védőeszközt visznek ki. Közel 1 milliárdból felújítás és bővítés, két általános iskolát korszerűsítenek Siklóson. Jó szomszédság, vigyázó hálózat, pécsi ötletből született telefonos alkalmazás. Házhoz viszik az önkormányzat által vásárolt szájmaszkokat Pécsett. A héten kezdték el a kézbesítéseket. Összesen 150 ezer ilyen védőeszközt rendelt a polgármesteri hivatal. Háztartásonként két maszkot adnak át használati segédleddel együtt a pécsieknek. Elkezdték házhoz szállítani a pécsi önkormányzat által rendelt szájmaszkokat. Szerdán Újhegyen mentek házról házra a futárok. Nem megyek sehova se, de azért, ha itt sétálok, akkor felteszem, úgyhogy... Jó dolog ez, nagyon jó dolog. Muszáj odafigyelnünk, muszáj. Mondja ez az idős nő, aki örül az adománynak. Ebben van kettő darab maszk. Mosható. Van benne egy... Hogy mutassam? Egy ilyen tájékoztató. Ez a papi programból. És van benne egy polgármesteri tájékoztató. Ezeket tartalmazza a boríték, amit minden pécsi háztartásba eljuttatnak. Gel János úttól hordjuk Újhegyig, tehát Dozsa-György, Borbála, Pécsbánya, Messzes mindkét oldala és Újhegy. Most hoztunk ki 6700 darabot,
Tehát ezen ma, holnap legkésőbb végzünk. Az emberek jól fogadják, örömmel fogadják. Körzetekre osztották a várost, így juttatják el a futárok a szájmaszkokat. A Pécs önkormányzat közbeszerzést írt ki korábban a védőeszköz beszerzésére, hogy megvédje a város lakókat, mondja az alpolgármester. Március közepén járványi helyzet fokozódásával azt láttuk, mind a nemzetközi, mind a nyugat-európai példák alapján, hogy a lakosság ott is el kell látni maszkkal, ezért egy közbeszerzést írt ki a város, amelyet egy helyi pécsi cég nyert el, nem titok, 385 forint darab egy ilyen maszkma, nettó értéken, és ennek a közbeszerzésnek az eredményeként 150 ezer maszkot szállít le a pécsi cég az önkormányzatnak. A szakértőkkel egyeztetve a minden háztartásba kettő maszk kerül eljuttatásra. Ezek mosható, fertőtleníthető eszközök. Ruzsa Csaba elmondta azt is, közben mérik fel az idősellátó helyeken, milyen segítséget nyújthatnak még. Valamint arra is keresik a megoldási lehetőségeket, hogy minél kevesebb helyi cég menjen tönkre a járvány miatt. A szállásadókra is vonatkoznak a veszélyhelyzet miatti kedvezmények, így a turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére is igénybe vehetők a könnyítések, tájékoztatta szerkesztőségünket a NAV baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina elmondta, a 2020. március 1-e és június 30-a közötti időszakra vonatkozik az engedmény. Ez azt jelenti, hogy akik kizárólag ezen időszakkal érintettek, azaz havi bevallásra kötelezettek, vagy negyedéves bevallók, azoknak nem kell bevallást benyújtaniuk, így fizetési kötelezettségük sem keletkezik. Azon turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezetteknek, akiknek negyedévente kell bevallaniuk adójukat, csak a 2020. január 1-e és február 29-e közötti időszakra vonatkozó hozzájárulást kell megfizetniük. Aki évente ad bevallást, annak a 2020. január 1 és február 29 közötti időszakra, és a 2020. július 1 és december 31 közötti időszakra vonatkozóan kell megállapítani a kötelezettségét, bevallani és megfizetni. Fontos tehát, hogy aki a mentesített hónapokon kívül további időszakkal is érintett, annak továbbra is be kell nyújtani a bevallását, azonban a mentesített hónapokat nem kell figyelembe vennie. Közel 1 milliárd forintból újítják fel és bővítik a siklósi, Kanizsai Dorottya és Batthyány Kázmér általános iskolákat. A beruházást ismertető sajtótájékoztatón elhangzott, a két intézmény kívül-belül teljesen megújul, valamint új tantermeket is kialakítanak. A munkálatok a jövő héten kezdődnek, és mintegy 15 hónapig tartanak majd. Így néz ki most a siklósi Kanizsai Dorottya általános iskola. Az intézmény még a 80-as években épült, hamarosan azonban teljesen megújul a homlokzat és a beltér is. A beruházásra közel 840 millió forint Európai Uniós, valamint plusz 156 millió kormányzati támogatás áll rendelkezésre. Egy olyan épülettömb fog egy bővítmény megépülni, egy kétszintes bővítmény, ahol táncterem lesz, ahol kézműves termek lesznek, például kerámiát fognak majd készíteni a gyerekek, vagy könyvtár lesz kialakítva, közösségi tér, és ez az épülettömb szervesen illeszkedni fog majd a főépülethez. Az új épület részben lift is fog üzemelni, így a létesítmény teljesen akadálymentesített lesz, tette hozzá a tankerületi igazgató. A főépületben a tantermeket teljes körűen felújítják, kicserélik a padozatot, elvégzik a festési és mázolási munkálatokat, valamint új bútorok és taneszközök kapnak helyet a termekben. Mindezeken felül egy korszerű természettudományos előadót és nyelvilabort is kialakítanak majd. A felújítási és fejlesztési munkálatok nem csak a Kanizsai Dorottya, hanem a Batthyány Kázmér általános iskolát is érintik. Azokhoz a szakmai irányvonalakhoz nagyon jól illeszthető fejlesztéseket kapnak, ami a Batthyányi általános iskola, illetve a Kanizsai általános iskola tekintetében azt gondolom arra fogja majd sarkallani a diákokat is, hogy jobb teljesítményt érjenek el. Nyilván a szülők tekintetében egy nagyon fontos momentum ez, mert sokkal szebb, esztétikusabb, modernebb környezetben tudhatják a gyermekeiket. A település polgármestere kiemelte, a város számára fontos szerepet töltenek be az intézmények, ezért is fontos, hogy megújulnak az általános iskolák. A beruházás bemutató tájékoztatón a térség országgyűlési képviselője elmondta, a választókerületben 16 általános iskola újult meg, vagy hamarosan megújul, mely fejlesztésekre 4,2 milliárd forint áll rendelkezésre. Ebbe a két siklósi intézmény is beletartozik. Több mint 160 millió forintot fog kapni a siklósi két általános iskola, a Batthyány és Batthyányi Kázmér, illetve a Kanizsai Dorottya iskola. Ezt nagyon fontos dolognak tartjuk, hiszen az utolsó évtizednek a legnagyobb
oktatási beruházása indul el itt Siklóson. A munkálatok a jövő héten kezdődnek, és mintegy 15 hónapig tartanak majd. A jövőben a bölcsöde, az óvoda és a gimnázium épületeinek felújítása is a tervek között szerepel, hangzott el az eseményen. Pécsiek ötlete nyomán pécsiek fejlesztették ki az úgynevezett Jó Szomszédság vigyázó hálózatát. A webapplikáció lényege, hogy helyben, a saját lakóközösségen belül találjanak egymásra a segítők és a rászorulók. Mivel az új applikációt valószínűleg főleg idősek veszik majd igénybe, a segítségkéréshez mindössze egy vezetékes vagy mobiltelefonra van szükség. Rostás Gábor ötletgazda mutatja éppen, hogy mennyire egyszerű kezelni az úgynevezett Jó Szomszédságok vigyázó hálózata applikációt, melyet a koronavírus járvány miatt meghirdetett veszélyhelyzet hívott életre. A Jó Szomszédságokat 10-30 háztartásonként irányítószám, utca és cím alapján lehet létrehozni mindenkinek a saját lakóhelyén. A lényeg, hogy közel legyen a segítség. Pontosan az a cél, hogy a helyi lakókörzetben akik alkalmasak a segítségre, azok segítséget nyújtanak, akik segítségre szorulnak, azok pedig ezt elfogadják. Ezt viszont egy bizonyos helyzetben, amire nagyon-nagyon remélem, hogy nem kerül sor, hogy valamelyik települést vagy valamilyen település körzetet teljes karanténba kell vonni tömeges megbetegedés esetén, de ha igen, akkor erre fel kellene készülnünk. A fejlesztők a korabeli tizedes rendszert elevenítették fel a modern informatikai eszközök segítségével. Így jött létre a Jó Szomszédságok vigyázó hálózata. Első lépésként kifejlesztettek egy ingyenesen letölthető szoftvert, amit az arra regisztráló közösség tovább fejleszthet, ráadásul a használatához minimális programozói ismeretek szükségesek. A webapplikáció ezután a lakóközösség sajátja lesz. Az volt a célunk ezzel, hogy valós időben egy olyan telefonon is elérhető applikációt fejlesszünk ki, ahol azok az emberek, akik vigyázóként bejelentkeznek ebbe a rendszerbe, azok látják egymás munkáját, és látják azokat a segítségkéréseket, amelyek felmerülnek esetleg egy kisebb vagy akár nagyobb település lakói körében. Az applikáció 95%-os készültségben van. A fejlesztők a teszteléshez várják közösségek jelentkezését, valamint ingyenes szerverre is szükségük lenne, ahol az általuk használt oldal alá annyi Jó Szomszédságnak tudnák megnyitni a saját nyilvántartó szerverét, amennyire csak szükség van. Végül mutatjuk újra röviden, miről szólt ma a híradó. Készülnek a járvány robbanására Szekszárdon, a polgármester szerint a kórház készen áll a betegek fogadására. Közétkeztetés, közel 1000-en igényelték már az ebédet a Tolnai megyeszékhelyen. Tesztelték az idős otthon lakóit, Pakson mindenki negatív mintát produkált. Felújítás Zombán, a helyi művelődési házon már dolgoznak a szakemberek. Pénteken is napos, illetve gyengén fátyol felhős idő lesz. Tovább melegszik az idő, már koranyárias maximum hőmérsékletek várhatóak. Csapadék nem hullik majd. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!